Érdekérvényesítés Brüsszelben, a magyar gazdákat segíti Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnökének elfogadott javaslata. Készülnek a vakációra, akár harmadával is olcsóban nyaralhatnak azok, akik már év elején tudják, hol szeretnék tölteni a vakációjukat, és februárban előfoglalnak. Segítik a fiatalokat, nemzeti tehetségprogramban vesznek részt Nyírvasváriból érkezett diákok a Sóstói Múzeum faluban. Mindössze egy szavazat többséggel ugyan, de sikerült megakadályozni az Uniós Régió Bizottságban azt a szabályozást, amely jelentős versenyhátrányt okozott volna a magyar mezőgazdasági termelőknek. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Az Európai Bizottság ugyanis arra kötelezte volna a gazdákat, hogy 2030-ig 50%-kal csökkentsék a növényvédőszerek használatát. Ezt az előterjesztés utasították el 21-20 arányban Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnökének javaslatára. A vitáról az előterjesztő számolt be 35 perc című műsorunkban. Történelmi asszálykár sújtotta tavaly a vármegyei gazdákat, csak ott termett megfelelő mennyiség, ahol öntözni tudtak. Növényvédőszereket is kellett használni a gazdálkodóknak, hogy óvják a termést. Ebben hozott volna jelentős változást az az Európai Bizottsági kezdeményezés, ami 50%-kal csökkentette volna ezen szerek használhatóságát. Ezt sikerült a régiók bizottságában megakadályozni, mondta a testület tagja Sesták Oszkár. Szoros eredmény született, 21-20 arányban sikerült kivenni a véleménytervezetből, illetve a majdani jogszabálytervezetből azt a passzust, miszerint, ha nem csökkentik a magyar gazdák is, az európai gazdálkodók összességében, de így a magyar gazdák is 50%-kal a növényvédőszerek használatát 2030-ig, akkor a közös agrárpolitika egyes pillére támogatása csökkenhetett volna. Én ugye nyilvánvalóan hátrányosan érzíti a magyar gazdálkodókat, illetve a Szabolcs-Szatmár-Velehi megyei gazdálkodókat is. Azért is sérelmes egyébként a dolog, mert mindenhol 50%-os csökkentést ír elő, holott Hollandiában, Dániában több növényvédőszert használtak is a gazdák, és nekik magasabb bázisról kellene csökkenteni 50%-kal, míg a mi gazdálkodóinknak alacsonyabb bázisról 50%-kal, tehát így nyilvánvalóan a termésmennyiségben, a hozamokban látszódott volna ez a különbség, és hát azért is sérelmes a dolog, mert más földrészek gazdálkodóival szemben az európai gazdák újabb hátrányba kerülnek. Tényleg úgy tűnik, mintha az Európai Bizottság nem a magyar vagy az európai gazdálkodókat képviselné, hanem olyan lobby érdekeket szolgálna, amelyek mondjuk a latin-amerikai gazdálkodók érdekeit szolgálják. A javaslat 2030-ig adott volna időt a magyar gazdáknak is, hogy felével csökkentsék a növényvédőszerek felhasználását. Sesták Oszkár szerint jelentős versenyhátrányt okozott volna az uniós termelőknek az előterjesztés, ha többséget kapott volna. Más földrészek gazdálkodói számára ez egyértelműen előnyös lépés lett volna, ráadásul most van előkészületben a dél-amerikai országok csoportjával egy szabadkereskedelmi megállapodás, ami újabb csak érdekes kérdéseket vet fel a katari lobbista pénzek ügyét illetően, hogy valakit megkerestek esetleg ezekből az országokból. Persze ezek csak kérdések, nincsen rá semmi fajta bizonyíték, de ott bujkál az emberben a kis ördög, hogy miért hozhat az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament olyan jogszabályokat, amelyek folyamatosan hátrányos helyzetbe hozzák az európai országok állampolgárait, termelőit. És hát ott van persze a környezetvédelmi indok, ami egy nagyon szép és derék és nehezen vitatható indok, ugyanakkor viszont nem körültekintően kell eljárni ezekben a szabályozási környezetekben, hogy mind a fogyasztók, mind az európai gazdálkodók érdekei és a környezetvédelmi célok is megvalósuljanak. Ugyanakkor azt viszont más egyéb politikáknál is látni, hogy mi akarjuk az egész világ terhét, környezetvédelmi, kibocsátási terhét a vállunkra venni, vagy a hátunkra venni. Közben pedig Kína és az Egyesült Államok változatlanul szennyezi a környezetet, sokkal nagyobb mértékben, mint az Európai Unió. Tehát az Európai Unió önmagában nem tudja megváltani a világot a környezetvédelmi szempontból sem. Tehát ebben a térben kellene elhelyezni az európai érdekeket. Ezekben a napokban újra napirenden lesz a javaslat a régiók bizottságában. A kezdeményezés sorsáról a jövőben is beszámolunk.
Aláírásgyűjtést indított a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a földadó ellen. A két szervezet azért hozta létre a petíciót, mert attól tartanak, hogy Hódmezővásárhely után újabb önkormányzatok döntenek úgy, hogy földadóval terhelik a magyar gazdákat, ráadásul az évszázad legnagyobb aszályát követően. Az aláírásgyűjtéshez az agrárpetíció.hu oldalon lehet csatlakozni. Sajnos elkezdték az önkormányzat vezetői képviselőtestületek egy némelyik bevezetni ezt a földadót, ami egybeesik most ezzel az aszályos, illetve a háborús helyzettel, és ezt nagyon nem tudják tolerálni a gazdálkodók, és arra szeretnék kérni a kormányt, és azért gyűjtünk aláírásokat, hogy abból a szabályozásból a termőföldet, mint fogalmat vegyük ki, hogy ne lehessen duplán megadóztatni, ugyanis minden őstermelő egyéni vállalkozó fizet már a átbevétele után iparűzési adót, vagy az őstermelők 1 200 000 forint fölött, vagy 12,5 millió forint fölött meg van határozva egy bizonyos összeg, és szóval már úgy mond ezek a bevételek egyszer meg vannak adóztatva, és nem gondolnánk, hogy még egyszer, mint földadó jogcímen ezért forrást kellene szerezni. Akár harmadával is olcsóbban nyaralhatnak azok, akik már év elején tudják, hol szeretnék tölteni a vakációjukat, és már februárban előfoglalják a repülőjegyeket, illetve szálláshelyeket. A szakemberek úgy látják, a koronavírus járvány hatására a piacról egyre inkább eltűntek a last minute-os kedvezmények, ezért sokan, különösen a nagycsaládosok már februárban felkeresik a különböző utazási irodákat. Törökország és Dubaj. November és április között mások mellett ezek a téli szezon legnépszerűbb célpontjai, de nem csak a tél elől menekülők adják egymásnak a kilincset ebben az utazási irodában. Januárban és februárban vannak ugyanis a legnagyobb előfoglalási kedvezmények, mondta el Bicsér Dirita. A szakember azt tapasztalja, hogy akik rendszeresen utaznak, gyakran élnek az előfoglalás lehetőségével, hiszen tudják, hogy 1-2 hónap múlva ugyanazok a szállások és utazások már sokkal magasabb összegbe kerülnek. Ez esetenként akár 30%-os árkülönbséget is jelenthet. Vannak azok a családok, ahol sok gyermek van. Tehát gondolok itt arra, hogy 3-4 gyermek is van a családban, és anyagilag természetesen megtehetik azt, hogy utazzanak. Ők évek óta tudják azt, hogy ilyenkor le kell foglalni a szálláshelyeket, hiszen az a szobatípus, amit ők választanak, ugye ez a családi szobatípus, ahova be tudnak menni 5-6-an, adott esetben, abból minden szállodában kevés található, és éppen ezeket ilyenkor már le kell foglalniuk. A szakember szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ugyanazok az úti célok népszerűek, mint az ország többi részén. Ami Magyarországon trend, az nálunk itt a megyeszéken is trend. Tehát értem ez alatt azt, hogy mondjuk repülős utazásokban ugye az első helyen évek óta Törökország és Görögország áll. Ez itt a megyeszéken is abszolút ugyanígy van. Vagy például, hogyha egyéni közlekedésben gondolkozunk, ugye a magyarok egyénileg legtöbbet Horvátországba utaznak, ez nálunk is ugyanígy van. Tehát én az országon belül nem tudok olyan nagy különbséget tenni, ami a mi megyeszékhelyünkre vonatkozna. Bicsér Dirita hozzátette, a last minute utakkal egyre kevésbé érdemes számolni, mivel a koronavírus hatására megváltozott a turisztikai piac. Régen a Covid előtt ugye mindenki számolta arra, hogy last minute utak, ugye ezek az utolsó pillanatban megmaradt helyek. Ugye most a Covid után egy kicsit átrendeződött a turisztikai piac is hasonlóan sok más piaci szegmenshez, és ugye ezeket már a tavalyi évben is láttuk, hogy nem nagyon vannak már last minute utak, illetve hogyha valami marad is, milyen utolsó pillanatos akcióban, akkor azok általában ugye az alacsonyabb kategóriák, amit ugye nem választottak ki korábban. Tehát ezt érdemes mindenkinek megfontolni, hogy előfoglalás, kedvezménnyel, és itt azért még nagyon nagyobb választék, ugye is élhet ezzel a lehetőséggel, hogy ott még tud bőven válogatni. Bicsér Dirita azt mondta, a buszos utazások költségeiben a tavalyi árakhoz képest legfeljebb 25%-os drágulás tapasztalható, de ez nem jelenti, hogy átlagosan ennyivel drágult volna egy-egy út, mivel ilyen esetekben igyekeznek kedvezőbb árkategóriában lévő szállást biztosítani.
Beiskolázási tájékoztató előadást tartott a Nyíregyházi Egyetemen a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ. A Széchenyiből, a Zrínyiből és a Riedenszből is érkeztek olyan diákok, akik 3 vagy 15 hónap múlva érettségiznek. Az egyetem többlet szolgáltatásokkal, laptopokkal és ösztöndíjakkal motiválja középiskolásokat, hogy ezt a felső oktatási intézményt válasszák. A központ pedig 2 munkatársal és 12 hallgatói kortárs segítővel kifejezetten a hátrányos helyzetű, de tehetséges és saját sorsukat irányítani akaró fiatalokat segíti. Nem véletlenül gondoskodó egyetem vagyunk, ugyanis egyénre, személyre szabott lelki tanácsadásokkal, tréninggel, coachinggal és életvezetési stratégiákkal támogatjuk a hallgatóinkat, és így válik egy vonzó, a piacon is meghatározó egyetemmé a Nyíregyházi Egyetem, hogy olyan szociális transfert és olyan emberi hozzáadott értéket igyekszünk képviselni, meghonosítani, ami a környező egyetemeken nincs meg. Kis közösség vagyunk, alapvetően ez is nagyon fontos, hogy hozzásegít minket ahhoz, hogy ismerjünk a hallgatókat és rálássuk az ő problémáikra. És természetesen ez nem csak a hazai, hanem a nemzetközi hallgatók számára is elérhető. Nemzeti tehetségprogramban vesznek részt Nyírvasváriból érkezett diákok a Sóstói Múzeum faluban. A program közvetett és közvetlen módon egyaránt támogatja a tehetséges magyar fiatalokat. A színes palettán mindenki megtalálhatja a számára szükséges segítséget. 2008-as indulása óta évente közel 400 ezer fiatal vehetett részt a programban. Amit vizsgálok, annak a képét látjátok. Tehát ez... ott van, hogy 53-szoros nagyításban készült a tárgyról. Nagyon jól látszik, hogy olyan, mintha egy kötött, vagy ilyen hurkolt, vagy ilyen kis fűzött textil lenne, ahogy a textil szálak egymáson átbújnak, és ez a szürkés szemcse, meg azok a kis sószerű lerakódások, az mind kosz rajta. És ezt próbálom meg mikroszkóp alatt ecsettel és nagyon kis hegyes tűvel kipisztálni közüle. A Józsa András Múzeum textil restaurátora tartott előadást szerdán a Sóstói Múzeum faluban. A Nyírvasváriból érkezett felső tagozatos diákok a Nemzeti Kulturális Alap által finanszírozott Nemzeti Tehetségprogram keretében ismerkedhettek meg elméletben a restaurálás folyamatával, amit később a gyakorlatban is kipróbálhatnak majd. A Régiség szobától a Látvány raktárig című projekt ez, amiben most mi itt betekintést nyerhetünk. Egy 66 órás program ez, melyben tulajdonképpen teljes személyiségi és szakmai kompetenciák fejlesztése, tanórán kívüli tevékenység és az önálló tanulásra való nevelés az, ami elsősorban előtérben kerül, hiszen ha van belső motiváció, van miért tanulni, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebb ez a diákoknak is. Általános iskola felső tagozat diákjai vesznek részt, 14-en ebben a programban, és a valamikori összegyűjtött néprajzi tárgyak egy kicsikét megelevenednek, tulajdonképpen megtanulják a fiatalok, hogy miről is szól maga a műtárgykezelés, mit jelent a néprajz, és kiderül számukra, hogy ezek a tárgyak azért beszélni tudnak, tele vannak információval. A program egész tanévben végig kíséri a diákokat, szeptember 1-én indult és június 15-én ér véget. Eközben minden héten egy nap találkoznak múzeumpedagógusokkal, szakemberekkel, és más-más foglalkozásokon vesznek részt. A cél, hogy év végén egy látványraktárat hozzanak létre az iskolában azokból a tárgyakból, amelyeket a gyerekek gyűjtöttek. Arra kértük őket, hogy először otthon nézzenek szét, a saját környezetükben nyugodtan menjenek le a pincébe, menjenek fel a padásra, vagy ha nekik ilyen nincsen, akkor nézzék meg a nagymamájuk házát, akár nagymamával, vagy akár nagyapával menjenek és kutakodjanak, és bármit, amit találnak, fogják meg, akármilyen koszos, akár hogyha törött is, nyugodtan hozzák be a iskolába, és majd mi eldöntjük, hogy mennyire menthető és mennyire érték ez a tárgy. De ha nincs ilyen, akkor a szomszédba is átmehetnek, akár kettesével, hármasával, úgyhogy ez egy nagy kalálkában történő felfedezés volt számukra. Nagyon élvezték, és eredményes is volt, mert nagyon sokféle és nagyon szép tárgyakat gyűjtöttek össze. Ha már egy gyerekkel sikerül megszeretetni a múzeumi munkát, annak bármely szegmensét, a projekt elérte a célját. A Nemzeti Tehetségprogram részeként a gyerekek Budapesten a Néprajzi Múzeumot és a Parlamentet is megnézhetik majd.
Zenés estre várják a közönséget pénteken Nyíregyházán a Művész stúdióban. A színház három művésze, Pregicer Fruzsina, Szabó Márta és Széles Zita, Tamás Attila zenei vezetővel a legismertebb sanzonokból állított össze egy csokrot a műfaj kedvelőinek. A Vikár Sándor zeneiskolában próbálnak a színház művészei a sanzonestre. A mára szinte elfeledett műfaj francia eredetű. Jellemzője a komoly mondanivaló, az igényes költői fogalmazás. A 19. század és 20. század fordulóján Franciaországban keletkezett, kabarékban tűnt fel. Eredetileg zongora kísérettel adták elő. Jellemzője a könnyed szórakoztatásra való törekvés volt, érzelmes, sikamlós vagy humoros, költői igényességű szöveggel. Leghíresebb francia képviselői többek között Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand voltak. Magyarországon Karádi Katalin, Mezei Mária és Psota Irén énekeltek gyakran sanzonokat. Az ő dalaikból is válogattak a zenés időutazás alkotói. Tamás Attila a három fellépő színésznővel együtt állította össze az est műsorát. Természetesen nélkülük nem lehet semmit se dönteni és létrehozni. Hát abból indultunk ki, hogy mi az, amit szeretnek énekelni, mi az, amit már énekeltek, vagy ha még nem énekelték, mi az, amit szerettek volna. És akkor ebből jött egy 20-30 dalnak az ötlete, és ebből választottuk ki végül is a próbák során azt, ami leginkább a szívükhöz közel áll, vagy leginkább jól áll nekik a színpadon. Az est fellépői Pregicer Fruzsina, Szabó Márta és Széles Zita meglepődve fogadták a szervezők felkérését. Ők nem álltak még így hárman egyszerre a színpadon, és hát mind a hármajuk egy más-más karakter, de mégis úgy gondolom, hogy ha őket egyszerre látni a pódiumon, akkor mindegyikük tud magából, vagy az ő művészetükből egy-egy olyan kis szeletkét megmutatni, ami aztán a végén egy olyan közös produkcióvá áll össze, ami tényleg különlegesség lesz itt a Nyíregyházi Színházban. A tervezett tavaszi újraindulástól hamarabb, már február 11-től mindegyik színpadon teljes munkarendben játszhat a Móri Zsigmond Színház társulata. Ezzel a döntéssel kedveznek a színházlátogatóknak és a teátrumnak is, hiszen így még a tervek szerint valósítható meg az idei évad. A hosszabbítás ráadásában szerzett góllal jutott a Magyar Kupában a legjobb nyolc közé a kisvárdai futballcsapat. Török László együttese az MB3-as ESMTK otthonában lépett pályára, és a 123. percben esett hazai öngóllal nyert 1-0-ra. A további eredmények a következők: MTK Budapest Mezőköves 0-2, Vasas Budapest Honvéd 2-0, Monor Paks 1-5, Békés Csaba Zalaegerszeg 0-2, Iváncsa Budafok 1-2 és Eto FC Győr DVSC 1-2. Vasárnap rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó MB3-ban. A nyitó fordulóban a keleti csoport 17. helyén álló Sényő a 6. Karcagot fogadja, a 16. Kisvárda 2 pedig a 11. Pénzügyőrhöz látogat. Mindkét szabolcsi csapat célja az, hogy a bajnokság végére előrébb lépjen a tabellán. Nem úgy sikerült az ősz a sényűiek számára, ahogyan azt szerették volna, így tavasszal szükségük lesz a pontokra. A felkészülés január elején kezdte el az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes, amely jó körülmények között tudott dolgozni. Ezen a héten már füves pályán edzett a csapat, bár a hideg idő némileg megnehezítette a munkát. A keretben volt egy kis változás a téli szünetben. Volt négy távozónk, a Fabu Marci, a Matyi Zoli, a Barta Gabi és a Sógor pedig neki lejárt a kölcsönadási szerződés, és ő visszatért Nyíregyházára. A Sparinból érkezett ugye a Kovács Ádő, úgy gondolom, hogy mindenképpen megfelelő erősítés lesz a csapatunknak. Úgy gondolom, hogy így létszámban azért megvagyunk. Aztán ugye lesz majd 12 hazai mérkőzésünk, 6 idegenbeli mérkőzés, és lesznek majd hétközi mérkőzések, és úgy gondolom, hogy ez pedig úgy nagyjából azért megvan a létszám, hogy tudjuk majd forgatni a csapatot. A sényűiek 7 felkészülési meccset játszottak. Az ellenfelek között volt megyei első osztályú NB3-as és NB2-es csapat is.
Szépen fokozatosan, tényleg lépcsőről lépcsőre léptünk előre, majdnem minden edzőmérkőzésen mindig tudtunk valamibe előre lépni. Voltak ugye, amelyek úgy eredmény szempontjából esetleg nem úgy sikerültek, viszont tök jó dolgokat láttunk és mutattak a fiúk a pályán, és nagyon sok pozitívum volt. Igaz, hogy a premier sajnos nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de így úgy gondoljuk, hogy hát az előadás minél jobb lesz. December elején az előrehozott első tavaszi fordulóban a második helyezett Putnok otthonában győzni tudott a Sényő. Vasárnap is szeretnék begyűjteni a 3 pontot, bár a Karcak 11 hellyel és 13 ponttal jobban áll a tabellán. Tavaly, ha visszaemlékszem, egyébként ott is egy jó mérkőzést játszottunk velük, ahol a második félidőben tényleg nekünk állt a zászló, aztán egy döntetlen sikerült elérni. Itthon mindenféleképpen szeretnénk begyűjteni a 3 pontot. A kollega megnézte őket az elmúlt hétvégén, ugye nekik is most volt a főpróbájuk, aztán egy kicsit készülgetünk a héten belőlük, és tényleg mondom, hazai pályán csak győzelembe gondolkozunk. A Sényő-Karcag mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik. A 21. forduló további párosítása a következő: Vasas 2 Körösladány, DVTK 2 Jászberény, Pénzügyőr Kisvárda 2, 60 Eger, Békés Csaba 2 Hajdúszoboszló, Füzesgyarmat BVSC Zugló, Tiszafüred BKV Előre, Tiszaújváros Putnok és DVSC 2 Deac. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Mindössze egy szavazat többséggel ugyan, de sikerült megakadályozni az Uniós Régió Bizottságban azt a szabályozást, amely jelentős versenyhátrányt okozott volna a magyar mezőgazdasági termelőknek. Az Európai Bizottság ugyanis arra kötelezte volna a gazdákat, hogy 2030-ig 50%-kal csökkentsék a növényvédőszerek használatát. Ezt az előterjesztést utasították el 21-20 arányban Sesták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnökének javaslatára. Akár harmadával is olcsóbban nyaralhatnak azok, akik már év elején tudják, hol szeretnék tölteni a vakációjukat, és már februárban előfoglalják a repülőjegyeket, illetve szálláshelyeket. A szakemberek úgy látják, a koronavírus járvány hatására a piacról egyre inkább eltűntek a last minute-os kedvezmények, ezért sokan, különösen a nagycsaládosok már februárban felkeresik a különböző utazási irodákat. Nemzeti tehetségprogramban vesznek részt Nyírvasváriból érkezett diákok a Sóstói Múzeum faluban. A program közvetett és közvetlen módon egyaránt támogatja a tehetséges magyar fiatalokat. A színes palettán mindenki megtalálhatja a számára szükséges segítséget. 2008-as indulása óta évente közel 400 ezer fiatal vehetett részt a programban. Február 9-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken napos idő várható, északról dél felé vonuló fátyol felhősávokkal, csapadék nem lesz. Az ország északi felében élénkülhet meg a nyugati szél, másutt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora délután 0 és +3 fok között tetőzik a hőmérséklet.